Több mint két hónappal ezelőtt kezdődtek tárgyalások az ellenzéki pártok részvételével arról, milyen feltételekkel, milyen módon képzelik el a részvételt az önkormányzati választásokon. Az MSZP azt támogatta, illetve kezdeményezte, hogy először egy szándéknyilatkozatot fogadjanak el, melyben az ellenzéki pártok kijelentik, hogy a Cigre Egyesület keretei között indítják jelöltjeiket. Azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy minden párt az összefogás pártjai részéről delegáljon az összefogásba, viszont az, hogy melyik körzetekbe induljanak el, azt majd egy közös megbeszélés alapján döntjük el, az esélyeket figyelembe véve. Az MSZP ceglédi szervezete az egyéni kerületekben induló jelöltekről folytatott tárgyalást lezártnak tekinti, mondta Fehér István, aki kiemelte. A tárgyalások során a közös lista állításánál komoly vita zajlott, mely megkérdőjelezte, hogy az MSZP ceglédi szervezete kitart-e korábbi álláspontja mellett a közös indulást illetően. Ezen viták ellenére az MSZP-nek az a véleménye, hogy kitart az összefogás mellett. Tudom, hogy a bejelentésnek ez a mondata a legfontosabb része, de mint kiegészítésként szeretném elmondani, hogy döntő és nagyon fontos, hogy ki lesz a városnak a polgármestere. A ceglédi szervezet úgy döntött, hogy az egyesület által kiválasztott, közösen kiválasztott és közösen támogatott polgármestert fogja támogatni, tehát a lényeg, hogy önálló polgármester jelöltet nem állít. Az egyéni kerületekben induló jelöltek nevét az összefogásban résztvevő pártok, szervezetek hamarosan közösen jelentik majd be. Ők lesznek, akik a Cigre Egyesület színeiben képviselik majd az összefogást. Fehér István ezért arra kérte támogatóikat, szimpatizánsaikat, hogy a választásokon ennek az egyesületnek a jelöltjeire szavazzanak.